Fejlesztés. Több mint 4,5 milliárd forintból 4 szakképző intézmény újul meg Nyíregyházán. Új bölcsöde Gáva Vencsellőn. A 24 férőhelyes két csoportszobás intézmény több mint 314 millió forintból épült meg. Ünnepi programsorozat. Május 16-a és 18-a között Nyíregyháza újratelepítésének 271. évfordulóján városnapokat szervez az önkormányzat. Több mint 4,5 milliárd forintból fejlesztik a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4 intézményét. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Bánkit, az Incédit, a Széchenyit és a Veselényit érintő projekt eredményei hatékonyan szolgálják majd a fenntarthatóságot, és nem utolsó sorban segítik a szakképzés megerősödését a vármegyében. Több milliárdos intézményfejlesztés valósul meg Nyíregyházán. A projekt keretében megújul a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Bánki Donát műszaki technikum és kollégium épülete, tanműhelyei és tornaterme. Ez összességében 61 darab oktatási célú helyiséget jelent. A mai napig is képesek vagyunk arra, hogy minőségi szakemberképzést folytassunk, de a megnövekedett technológiai követelmények elősegítették azt, hogy ezt a technológiai fejlesztést végrehajtsuk iskoláinkban. Új szakmák, új képzések, új kompetenciák nyíltak meg itt az iskolák előtt és a gyerekek előtt is, és ezt támogatják ezek az új eszközök, be kívánunk vásárolni a projekt keretében, és ezt használjuk minden oktatás során, mert a munkaerőpiac megköveteli azt, hogy az új eszközökkel képezzük technológiában a hallgatóinkat, illetve képesek arra, hogy tudják új műveleteket végrehajtani a gazdálkodó szervezeteknél. Ez egyik része a fejlesztések, másik része pedig az eszközberuházásnak a bútorzat beszerzése. 4 kollégiumunk újon megteljes egészében kollégium bútorzat tekintetében. Az iskolák felújítási projektje Nyíregyházán 4,614 milliárd forintból valósul meg, mely köszönhető egy Európai Uniós és hazai költségvetésből biztosított támogatásnak. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményei közül a már említett Bánki Donát Technikum és Kollégium, az Incédi György Szakképző Iskola és Kollégium, a Széchenyi István Technikum és Kollégium, valamint a Veselényi Miklós Technikum és Kollégium is kedvezményezettje lesz a projektnek. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár elmondta, egyre népszerűbb nem csak a fiatalok, de a felnőttek körében is az, hogy új utakat keresve szakmát tanuljanak. A szakképzés népszerű, különösen a technikumok, míg a szakképző iskoláknál, ahol most olyan 3 éves szakmákról beszélünk, az jelentősen egyre jobban eltolódik a felnőttek irányába, aminek egyébként szintén örülünk, hiszen ott nagyon sok rövidített képzést indítottunk, és miután a felnőtteknél is ingyenes a képzés, ezért ott igen-igen jelentős szintén a növekedés. A tanulói jogviszonyban lévőknél körülbelül 30%-kal jöttek többen a rendszerbe, és nagyon jó szakmaszerkezeti tanulásban vesznek részt, tehát olyanokat tudunk tanítani, ami a gazdaság igényeinek kell. Gondolok itt az informatikára, gondolok itt az autóiparnak a kielégítésére, tehát minden olyanak, ami tényleg dinamikusan fejlődik Magyarországon, és annak minőségi munkaerő kell. 96 milliárd forintos országos keretből 34 helyszínen történik majd infrastruktúrális fejlesztés. A projekt várhatóan 2026 márciusában zárul. Átadták Gáva Vencsellő új bölcsődéjét. A beruházása több mint 314 millió forintos forrás nyert az önkormányzat a terület és település fejlesztési operatív programból. Az intézményben 2 csoportszobában 24 férőhely áll a gyerekek rendelkezésére. Tánccal és énekléssel is készültek a Gáva Vencsellői gyerekek. A településen új bölcsöde épült, ez az első ilyen önkormányzati intézmény, amelyre a község vezetése szerint évek óta nagy igény mutatkozott. 2019-20-ban, amikor láttuk a települési szintű vállalkozói szférán, hogy munkaerő hiánnyal küzdenek, akkor fogalmazódott meg komolyan a képviselőtestületben, hogy bölcsöde, óvoda, akkoriban volt átadva az új óvodánk, tehát hogy bölcsödét is muszáj beindítanunk, mert a szülők, az édesanyák főleg minél hamarabb tudjanak visszamenni a munkahelyeikre. Úgyhogy elindítottuk a pályázatot, projekt, stb. Hát körülbelül egy 4 éves folyamatnak vagyunk most a végén. A korszerű épületben 2 csoportszobát alakítottak ki.
amelyben összesen 24 gyermek gondozását végzik a nevelők. Az elmúlt években több nevelési-oktatási intézmény újult meg a településen és a térségben. Van bölcsöde, iskola, óvoda, és gyakorlatilag egy komoly fejlődés figyelhető meg az elmúlt években, nem csak Gávavencsellőn, hanem a térségben is, hiszen topos forrásokból a 20 település közül, a választókerülethez Nyíregyháza mellett 20 település tartozik, 11 helyen építettünk bölcsödét, olyan helyeken is, ahol kisebb településeken, ahol még korábban nem volt, például Nagycserkeszen, vagy Tiszanagyfaluban, vagy Tiszadadán 70-es években szűnt meg, és most újra van bölcsödé. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat terület- és vidékfejlesztési programjában kiemelt helyen kezeli az iskola, óvoda és bölcsöde fejlesztéseket. Már a terveink megfogalmazásakor egy nagyon fontos cél volt az, hogy élhető településekről beszélhessünk, élhető közösségekről, és hát az élhető közösségeknek az alapja az mindig a gyerek. Tehát azok a fejlesztések, amelyek a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez kapcsolódnak, azok mindig prioritást élveztek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szempontjából is, és hát a bölcsődébe, óvodába befektetett források azok a legjobb befektetések. És nagyon örülünk annak, hogy itt Gávavencsellőn korábban óvoda is megújult, most pedig itt a bölcsődének az átadóján lehetünk itt, és jó látni azt, hogy valóban a település a jövőben gondolkodik, és valóban azt a közösséget szeretné erősíteni, amely majd Gávavencsellőt is nyugodtan mondhat, hogy az egész vármegyét is majd tovább viszi azon az úton, amelynek az a célja, hogy a következő ezer esztendőben is magyarként tudjunk élni itt a Kárpát-medence közepén, és hát bízunk benne, hogy majd 10-20-30-40 év múlva majd az utánunk következő nemzedékek is hasonlóképpen fognak gondolkodni. A Gávavencsellői Csicsergő bölcsöde építésére a terület- és településfejlesztési operatív programból több mint 314 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert az önkormányzat. Várostortája, helyi termékfesztivál, nagy koncertek. Idén is színes programokkal várják az érdeklődőket Nyíregyháza központjában. Az önkormányzat csütörtöktől szombatig rendezi meg a városnapokat, annak apropóján, hogy éppen 271 éve jelent meg Nyíregyháza újratelepítésének pátens levele. Május 16-án lesz 271 éve annak, hogy megjelent Nyíregyháza újratelepítésének pátenslevele. Aznap indul az idei Városnapok program sorozata, mondta Úrich Attila alpolgármester. Ez Nyíregyháza történelmének egyik legfontosabb dokumentuma, amely megkönnyítette a szlovák földművelők letelepedését. Az évforduló alkalmából idén, május 16-a és 18-a között szervez ünnepi rendezvénysorozatot az önkormányzat. Új kísérőprogram is lesz a helyi termékfesztivál. 1753. május 16-án megjelent Nyíregyháza újratelepítésének a pátenslevele. Akkor délután lesz egy ünnepi megemlékezés a kis téren. 18-án viszont akkor lesz a főnap, ennek szánjuk. Nagyon sok árussal találkozhatnak, mondjuk két napig lesz termelői piac, nem csak nyíregyházi és nyíregyházi környéki termelőkkel, hanem különböző országokból is érkeznek hozzánk portékákat árulni. Délelőtt színpadi produkciókkal, délután pedig olyan ismert személyekkel, sztárokkal a színpadon, amely nyilvánosan és nagy tömeget vonzhat. Itt lesz a Fricska Tánc Együttes, Jani Csákveca és Kovalszki meg a Vega élő koncerte este 7-kor. Ez pedig a 2024-es város tortája, amely a habcsókos mézes dió nevet kapta. Megálmodója idén is Kolonnai István mestercukrász, a Sipkai Barna Technikum tanára. Az intézmény szakmai igazgató helyettese elmondta, az előkészületek már elkezdődtek. A torta 2500 tojás, 50 kg liszt, 30 kg cukor és közel 20 kg csokoládé feldolgozásával készül. A gigantikus mennyiségű sütemény elkészítésében 200 tanulójuk vesz részt. 2016 óta már nagyon sok félét készítettünk, és mindig újat kell hozni. Viszont az fontos számunkra, hogy a helyi alapanyagokat használjuk fel, az itt megtalálható alapanyagokat dolgozzuk be ebbe a tortába. Ezért van benne méz, ezért van benne dió, mert ezen a környéken igen jellemző ezeknek a termesztésre, és megtalálhatjuk.
Ugye két piskóta felvert van benne, az egyik ugye attól érdekes, hogy csak tojásfehérjéből készül, tehát a tojásnak a sárgáját itt nem használjuk fel. Ezt a másik felverthez fogjuk visszapótolni, amitől egy kicsit zsírosabbá válik a tojásban lévő zsíradékkal, amit beleviszünk. És belekerül ugye a méz, a fahéj, szegfűszeg, a kakaó, kicsi reszelt csokoládé, erre kerül rá egy barackíz réteg, erre utána ez a bohém felvert, és rákerül egy diókrém, ami az is Istvánnak a találmánya, hogy nem egy egyszerű forrázott diókrémet készít tejjel, hanem ezt a tejet visszasűríti, egy sűrű tejkrémet készít, és ezzel fogja elkészíteni, és rummal teszi egy kicsit pikánsabbá ennek az ízét. A nyíregyházi települési értéktár listája is bővül, erről szól majd a Városházán május 17-ére tervezett ünnepség. Az eseményen tartják az Értékes Bokortanyák című fotópályázat eredményhirdetését is. Kísérő program idén is a Várostörténeti Kerékpártúra, amelyen május 17-én és 18-án is részt vehetnek az érdeklődők. A május 18-ai zenei programok pedig az Orgonák éjszakájával bővül, amit címével ellentétben délután 14 órától hallgathatnak meg a zenekedvelők a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban. A Magyar Vöröskereszt ebben az évben 52. alkalommal rendezte meg felmenőrendszerű, országos első segélynyújtó és csecsemő gondozási versenyét. Idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei fordulónak a fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola, gimnázium és kollégium adott otthont. Az első segélynyújtó versenyen 15 csapat indult, 3 kategóriában. Mellkas kompresszió, stabil oldalfekvés és csecsemő újraélesztés. A jogosítvány megszerzésénél mindenkinek kötelező az első segélyvizsga, de talán nem hibás kijelentés az, hogy az ott tanultak az évek alatt bizony megkopnak. Érdemes ezeket az ismereteket feleleveníteni, mivel a legtöbb baleset vagy nem bárt negatív életesemény nem feltétlen az utakon, hanem otthoni környezetben történik. A szakszerű ellátása a mentők kiérkezéséig életet menthet. Az a fontos, hogy minél több laikus elsősegélynyújtó legyen. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az lenne a jó, hogyha valamilyen baleset történik, akkor ne bámészkodók, hanem cselekvők legyenek, és a telefonjukat ne azért vegyék elő, hogy filmezzék, vagy fotón rögzítsék, hogy mi az a trauma, ami történt, hanem azért, hogy a mentőt szakszerűen tudják hívni, és megfelelő tájékoztatást tudjanak adni arról, ami a helyszínen történik. A fehérgyarmaton megrendezett első segélynyújtó versenyen 3 korosztályban versenyeztek a fiatalok, gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Ezzel egy időben mérettették meg magukat azok az általános és középiskolás korú fiatalok, akik arról adtak számot a versenyen, hogy mennyire szakszerűen képesek ellátni az élet minden területén egy újszülöttet vagy csecsemőt. Nagyon jó, hogyha a gyerekek találkoznak ezzel is, hiszen egy gyermeknek a megfelelő gondozása, ápolása, táplálása, a szociális és szeretetteli, tehát a szociálisan is megfelelő légkör, illetve a megfelelő családi háttérnek a kialakítása nagyon-nagyon fontos. Ennek a fizikai szükségleteknek a kielégítése az első lépése, hogy tudjuk, hogy egy gyerek miért sír, mikor kell fölvenni, mikor kell egy picit hagyni, hogy küszködjön magával az élettel, hogy nem feltétlenül kell mindig fölkapdosnunk, hogyan kell hozzátáplálni, hogyan kell fürdetni, milyen olyan dolgok fordulhatnak velük elő, ami a mindennapi gondozásukban fontos lehet. Nyilván akik most itt versenyeznek, még kicsik, és remélem, hogy még messze vannak az anyaságtól, viszont nagyon jó, hogyha ezt megtanulják, megtanítják a kortársaiknak is. Ebben az évben a versenyt a fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola, gimnázium és kollégiumban szervezték meg. Az iskola igazgatója Iszák Tibor elmondta, fontos, hogy a diákjai előtt példaként legyen a Magyar Vöröskereszt tevékenysége és elhivatottsága. A Vöröskereszt egy olyan szervezet, ami a rászorultakat támogatja, segíti, illetve a bajba jutottaknak segít. Ez nekünk nagyon fontos, hogy a mi diákjaink ebben elmélyüljenek, érzékenyek legyenek, és természetesen a specializált területekről, kisgyermekgondozástól megkezdve minden olyan lényeges állomáson tudjanak meg helytállni, ha szükség van rá. Kapjanak olyan információkat, ismereteket, képzést, ami lehetővé teszi a számukra, hogyha találkoznak majd a mindennapi életbe
olyan elesett emberekkel, vagy olyan pici gyerekekkel, vagy családi helyzetekkel, ahol tudnak segíteni, akkor gondolkodás nélkül és reflexszerűen tudják ellátni az alap támogatást, segítséget. A csecsemő gondozási versenyen 8 csapat vett részt 2 korosztályi kategóriában. Összehangolt közlekedésrendészeti akciót tart a rendőrség a hét során. Kamionokat és buszokat ellenőriz fokozott erővel a rendőrség egészen vasárnapig. A Truck and Bus európai szintű ellenőrzés keretében a rendőrök elsősorban a vezetési és pihenőidő, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Lesz a kollégának, hogy alkoholszondás ellenőrzés. Szerintem kérdezni, hogy vezetés előtt fogyasztott alkoholt. Nem. Jó, akkor legyen szíves, ráfogyat 10 centi távolságban a fejleket. Az M3-as autópálya Kálmánházi pihenőjén vették ki a forgalomból ezt a kamiont szerdán délelőtt. A hét elejétől egészen vasárnapig razziázik a rendőrség a vármegye közútjain. A Rótpol éves ellenőrzési terve alapján ezúttal a kamionokat és a buszokat veszik komolyabb vizsgálat alá a hatóság. Ezeket ellenőrzik határozottan, illetve hatványozottan a kollégáim. Gyakorlatilag a vármegye útjain mi 7 szolgálati csoportként ellenőrizzük bárhol, ahol szükségesnek tartottuk, illetve az elemző értékelő munkából adódóan nagyobb forgalomra lehet számítani akár a tergépjárművek esetében, akár a buszoknak a forgalmát tekintve. Itt célirányosan ezért arra a helyszínekre terveztük az ellenőrzéseket. Az ugyanakkor nyilvánvaló, hogyha más kategóriájú járművek és azok vezetőinek szabálysértésével találkoznak, akkor is intézkednek majd az egyenruhások. A tehergép járművek és a buszok esetében kiemelt figyelmet fordítanak a pihenőidőre, az árura és a beutazási szabályok betartására. A tehergép járművek, illetve a buszoknak az ellenőrzésénél itt a vezetés is a pihenési idő, illetve a veszélyes áruszállítás az a célja, a célirányos ellenőrzés, és ettől függetlenül természetesen bármilyen más jogsértést, amit elkövetnek a gépjárművezetők, akkor annak megfelelően szankcionáljuk. Akár a biztonságjának az elmulasztását vonatkozóan, illetve mint mondtam, a vezetés, illetve a pihenési időnek a betartását ellenőrzzük, és a veszélyes áruszállítás esetében pedig a szabályos dokumentációkat, megfelelő jelöléseket a járműen, stb., ami szükséges. Az egy évvel ezelőtti hasonló akció során összesen 4456 tehergépkocsit és 451 autóbuszt ellenőriztek a magyar rendőrök. Az ellenőrzött járműveknél 1609 alkalommal állapítottak meg jogsértést, azonnali közlekedési korlátozást 15 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. Elkezdődtek a Bogyó és Babóca újabb kalandjai című előadás olvasó próbája a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. A darabot Blaskó Borbála állítja színpadra. A bemutató jövő év januárjában lesz. Hogyha ilyen sikeres volt az első verzió, akkor bízom benne, hogy ez most egy sorozat lesz, és egy folyamatnak az elindítója. A második rész az ugye az a címe, hogy Bogyó és Babóca újabb kalandjai, de hogyha most elárulom, hogy miről szól, akkor lelövöm a poént, úgyhogy hát kíváncsian várom, hogy a gyerekek és a szüleik mennyire fogják befogadni ezt az újabb verziót. Bogyó és Babóca újabb kalandokat fog végrehajtani és élvezni és játszani a társaikkal, barátaikkal. Nagyon sok változás lesz, mert egyetlen egy szereplő maradt, aki volt, ő a Bogyó, és a többiek mindenki új lesz. És bár mondjuk a Törő Gergővel én dolgoztam korábban, és ő volt akkor Bogyó Kaposváron, de ő most Vendel lesz. És a mostani verzióban megjelenik egy újabb szereplő, mert a tavalyiban Ugri volt, a Szöcskelány, most pedig Vendel, a Szarvasbogár. Kettős győzelemmel jutott tovább a pécsi VSK 23-as csapatával szemben a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese hétfőn este 82-55-re, kedden délelőtt pedig 78-55-re verte ellenfelét. Az NKS a Zalaegerszeggel vívja az amatőr NB1 13.-14. helyét eldöntő párharcot. A Zsíros Akadémia Kőbányával szemben 2 vereséggel maradt alul a nyíregyházi kosársuli, amely így a Pécs ellen folytathatta a helyosztó sorozatot. A baranyaiaknak zsúfolt volt a programjuk, így felajánlották, hogy mindkét mérkőzés a Szent Imre csarnokában legyen.
A vendégeknek már az utazásuk is kalandosra sikeredett, egy baleset miatt késve érkeztek, így a hétfői meccs este 7-kor kezdődött. Azon a mérkőzésen 27, a KED délelőtti találkozón pedig 23 pontos győzelmet aratott az NKS a 7 kosarassal érkező Pécs U23-as csapat felett. Látszott egyébként az eredményeken, hogy nekik nagyon sok az utánpótláskorú játékos, még több, mint nekünk, és így szinte minden mérkőzésüket ilyen hasonló arányban bukták az utóbbi időben, és úgy gondolom, hogy ezzel nekünk tettek egy szívességet, hogy nem kellett Pécsig utaznunk. Igen, tehát hagyjuk, hasonlóra számítottunk, bár egy kicsit komolytalan lett itt a végén ez a játék, már mind a két csapatban kicsit szerintem enevártan, fásultan tudta lesz a második félidőt, de ez azért van, tehát ez azért egymás utáni két mérkőzés. A szezon végén távozó Dobó Lilla az első mérkőzésen 11, a másodikon pedig 21 ponttal vette ki részét a győzelemből. Az elején mindkét csapat próbálta megtalálni azt, hogy hol tudná felülmúlni a másikat. Váltottunk zónavédekezéseket, 1-2-2-t, 1-2-3-at és az emberfogást, és a második fél időre mindkét meccsen sikerült felülrölni a Pécset. A második meccsen sokkal jobban dobtak kintről, igazából ez adta meg a meccsnek az alapját, és ahogy ők elfogytak, úgymond, mert hogy kevesen is voltak, meg mi ki tudtuk használni a magas emberénket, így alakult ki a különbség. A nyíregyháziak a folytatásban a Zalaegerszeggel játszanak a 13.-14. hely eldöntéséért. Az utolsó négy mérkőzésünkön egy ilyen Sopron Gyíros Akadémia Pézzalegelszeg 4-essel találkoztunk, ami azért úgy gondolom, mint az év végére, főleg itt, hogy érettségiző gyerekek vannak, azért az egyetemen is ugye záróvizsgák vannak, ZH-kat írnak és vizsgáznak, tehát kicsit ez így húzós, hát meglátjuk. Most megpróbálunk még két alkalommal, tehát két időpontban megállapodni az ellenfél, aztán meglátjuk, hogy jövünk ki belőle. Reméljük, hogy hasonló. Jó, ha nem, akkor ugyanúgy játszunk két mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a 13-14 helyen játszunk, az egy szép teljesítmény. Itt évvelején azért ezt már borítékoltuk volna, hogyha nekünk ezt mondja valaki, amikor ott alakulóban volt a csapat. Szépen összeérett a csapat az évvégére, és aztán meglátjuk, hogy most 13 vagy 14 lesz. A két mérkőzést követően Dobó Lilla elutazik az U20-as válogatott székesfehérvári edzőtáborába. A nemzeti együttes ugyanis elkezdi a felkészülést a nyári litvániai Európa-bajnokságra. Május 15-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, kiderül, hogy érkezik első vagy sem a következő napokban. És ne feledjék el a weboldalunkat sem, a kölcseitv.hu-t folyamatosan frissítjük, ott a tartalmat, érdemes rá kattintani. Én kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön közepesen felhős idő valószínű, az északkeleti harmadban a legtöbb napsütéssel. Csak helyenként fordulhat elő kisebb eső, zápor. Estétől azonban délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és kiterjedt csapadékzóna érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 23 fok között várható csütörtökön.